Sziasztok srácok, lányok, én Akimester vagyok, és itt lennék egy újabb gameplay videóval. Hoztam nektek egy új játékot bemutatásra. Egy kis újítás ezen túl mindig nagyba fogtok látni a videó elején. Így gondoltam, hogy mindig így beköszönök nektek nagyba. Remélem jó a képminőség, azért cseréltem kamerát is, fényeket is, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, illetve majd a játékon belül se lesz probléma az én fészkememmel. A játék neve, ez a Gates of Enderon, a GameForge készítette. Sokan ugye tudják, hogy nem vagyok mostanában jobb a GameForge-ra, de egyefene nézzük meg ezt a játékot. Úgyhogy srácok, lássuk, mi van a játékban, tartsatok velem! Itt is lennénk, srácok, lányok, a játékon belül. Azért egy pár dolgot megnézegettem, azért mégis hülyeséget ugye ne beszéljek. Viszont azért olyan túl sok mindent én se tudok még a játékról, még így se. Megmutatnám, srácok, elsőnek is, hogy hogy kell készíteni karaktert. Ugye a Mettinghez hasonlóan nagyon egyszerűen lehet készíteni karaktert. Ugye három félét lehet készíteni, tündért, embert, illetve macskafélét. Én embert készítettem, illetve kasztom belül pedig lehet mágust, papot, megidézőt, harcost, éjjeljárót, íjászt. Én csináltam ugye egy íjászt. És nagyjából itt tudjátok még testre szabni a karaktereteket, és nagyjából ennyi. Úgyhogy indítanám a játékot, nézzük, hogy hol tartunk. Teljesen hasonlít a Metinre, így világába szerintem. Legalábbis én azt gondolnám, ugye így az ugrás, jó, ugye a Metinben nincs ugrás, úgy tulajdonképpen, hát hasonlít kinézetre, na mindegy. Ugye a hasonlítás az alapja az embernek, ugye mindig ahhoz hasonlítja, amivel sokat játszik. Ugye itt van a kis falvacska, nézzünk szét, van itt egy olyan, hogy gyakorlatvezető, beszélünk vele, jobb gombbal tudtok rákattintani, és akkor úgy lehet második szint kiképzés Dekamsonnál. Azt mondja, hogy cél 1, arany sejem szövő ivadék, első cél 1/5, ugye abból én megöltem egyet, amikor rám szaladtak ugye a próbálgatás ugye alatt, és van remegő baziliszkusz. Menj a fosztogatók síkságjára, az is jó fordítás, síkságjára, de síkságára, és ölj meg 5 sejem szövőpókot és 5 darab baziliszkuszt. Ha végeztél, tél vissza, ugye ide ő hozzá, ennyi tulajdonképpen itt, amit lehet csinálni. Gondolom, itt is vannak küldetések, és akkor ugye az alapján lehet csinálgatni a dolgokat. Kiképzésvezető. Annyi, hogyha itt írja, hogyha ismered az alapokat, akkor már ugye reménykedhetünk abba, hogy hős leszel. Nem sok játékos, megmondom őszintén, nem sok játékos láttam most jelen pillanatban a szerveren. Itt legalábbis. Itt van Soilla nevezetű NPC, F-re nem csinál nálam semmit. Hát, úgy látom, más nem lehet vele csinálni, mindegy. Aha, újonc ő karakter, ők gyakorolnak. Aha. Akkor ők karakterek, úgy látom, igen, emberek, ott van felettük a jelzés. Akkor őket nem is nagyon bántom. Aha. Ja, ez a karakterem tulajdonképpen. Gor nemzet. Egyenlő. Erő 22. Hát ugye ezeket még mindent meg kell ezt, hogy ki kell ezt tapasztalni, srácok.
Nem tudom, ugye gondolom ezek már fel vannak akkor ezek szerint helyezve. Meglátjuk. Figyelj, menjünk, nézzünk szét, öljünk egy pár darab mobot. Mi kellett tulajdonképpen? Vagy azt tudom nyitni? Aha, ezek a képességek. Azt nem, majd odakint. Beszél. 5 darab selyemszövőpók és 5 darab baziliszkusz. Jó, nézzünk szét, hogy találunk-e ilyeneket. Eddig eléggé kis tetszetős kis játék. Jó, hát ugye nem azt mondom, hogy selyemszövő, gondolom akkor ebből kell. Győzelmek. Igen, csak... aha! Kettőt kell rákattintani, és akkor tudom kinyitni. Aha, és van benne ugyanúgy gold. Oké, tehát bal kell kettőt rákattintasz, és akkor... Igen, csak rá kell jönni, hogy mit tud még egyenlőre. Aha, van, hogy milyen képességek vannak tulajdonképpen. Kettőt rákattintunk, ezekben úgy látom, hogy csak ilyen gold-szerűség van. Kettőt kell rákattintani, és akkor úgy tudod lootolni. Tehát F1, aha, ez tudja ezeket a fentről jövő nyilakat. Ugye, ha támadni akarsz, akkor is csak akkor tudsz támadni, ha kettőt kattintasz rá. Ez a karakter, a C, B, azt mondja, hogy azért nézzük már át, hogy melyik gomb mit tud. Aha, ez a, ugye, a kamera nézetet lehet vele váltani. Aha, igen. M az a térkép szokásosan. I, aha, itt van a hátizsák I. I-vel tudod a hátizsákot előhozni. És így nagyjából szerintem... Aha, ezek a képességek. Aha, be tudjuk állítani, hogy mivel mit csináljon, ez tök jó. Tárgyak fejlesztése, megtisztítás, megbűvölés, formula, tulajdonságok, nemesítés, lehet kereskedni, festékek, effektváltoztatás, drágakő, felszerelések. Aha, ez a karakter ID. Postafiók. Nincs benne most egyelőre semmi. De jó, hogy az ének a tollasnak is ilyenkor jönni, kell jönni, amikor én videózok, hát beszarok. A bocsánat, srácok, csak tehát mindig olyankor van valami itt a környéken, mikor én valamit csinálok, hogy azért még véletlenül is haladszódjon bele. Aha, a baziliszkusz még hiányzik. Jó, nézzünk szét baziliszkusz ügybe. Megöltem egy pár pókicát és négyes vagyok, srácok. Tehát a fejlődés az úgy látom nem lesz egy nehéz dolog. Aha, tabbal rányomok, és akkor tudom változtatni a célt. Most egyet azért még megölünk. Egyes. Aha. Aha, most már így kezdem érteni. Tehát, hogy addig, míg nem jelölöd ki, ugye a tabbal, vagy a jobb klikkel, vagy kettőt kell rá klikkelni? Aha, kettőt. Tök jó. És kettőt klikkelsz rá, és akkor tudod kilútolni. Teljesen okés. Megszokható, szerintem. Ez mi a manó? Azt mondja, ismeretlen festék. Mindegy, egyelőre mindent kiszedünk, mert nem tudom, hogy mi mire jó. És azért akartam a karakter. A háború, párbaj.
A quest, nem, azon az élek, hogy quest log nincs, hogy vadászat vége. Azt hiszem valami bazilisket kellett keresni talán. Aha, itt lesz. Tökéletes. Remegő baziliszkusz teteme. Ebbe sincs semmi. Most nem tudom, hogy... Egyszerre most eléggé is sokat meg... Öljette sokan, mert nem akarok itt meg pucanni. Aha, robbanó nyílvessző. Oké. Igen, ezt azért még egy kicsit gyakorolni kell, hogy hogy csinálja az ember, de nem rossz, eddig tetszik a dolog. Azt hiszem ebből is öt kellett. És az a jó, hogy hiába itt vagyok a közelébe, tehát addig, míg én nem támadom meg őket, addig egyáltalán nem támadnak ők sem, hál' Istennek, úgyhogy teljesen oké is a dolog. Hát először ki szeretném lootolni ezt. Tetszetős dolog eddig. Ebben mondjuk nem volt semmi, de szerintem már megvolt az öt, az én egyet megölök. Tök jó. Oké, mindegy, legyen még egy. Mondjuk ezt szerintem lehet, hogy most felesleges volt. Elkomb. Oké, aha. Vadászat vége. Oké, nézzük, hogy megvan-e a küldetésünk, és szerintem akkor ez lesz egy kis bemutató belőle, és hogyha ha tetszik, és szeretnétek még, hogy küldetésezzünk, meg felfedezzünk több mindent, akkor majd kommentbe írjátok meg, jó, srácok? Annyi, hogy itt megnézzük, hogy a küldetésvezetőt, ugye gyakorlatvezető. Elkészült. Igen. Nagyon jó, büszkén megveregeti a válladat. Ugye teljesítettük a küldetést, többi újonc, tehetséges vagy, stb. Következő küldetés. Emuk leves és beszélgetés Buannéval. Ja, ő már Buannéval már beszélgetünk, úgy már ugye ez lezárt. Akkor emuk leves, az nem tudom mi az. Azt mondja, hogy... Fosztogatók síksága. Aha. Ide kell ezt elvinni valahova. Várjál, hol vagyunk mi? Aha, itt. Tehát ide kell ezt valahova elhozni majd a levest a következő részbe. Oké, srácok. Ha tetszett ez a videó, srácok, lányok, akkor mindenféleképpen csapincsatok rá egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy legyen-e ebből a játékból több részt, szeretnétek-e, tetszik-e ez nektek. És akkor fogok készíteni belőle, srácok. Remélem tetszik az új design, még ezen a fényen meg kamerán majd még állítok, mert látom még azért a csillogásokat, de szerintem már az annyira nem vészes. Úgyhogy akkor a következő videóig pedig akkor várlak szeretettel benneteket, sziasztok!